Nagy nagy gratuláció Futaki Attilának és Talai Gábornak, akik teljesen új műfajban és egészen különleges megközelítésben, hangulatban dolgozták fel ezt a történetet. Puskás Öcsi történetét, amelyről egyre inkább történelmi távlatból látjuk, hogy mennyire aktuális mindig, mennyire felemelő és mennyire magyar sztori ez, amelyet hálás feladat elmesélni az újabb és újabb nemzedékeknek. A nyugat-európai gyerekek örömére puskás felbukkant egyszer-egyszer képregényekben, a 60-as években, még a legendás tenten füzetekben is, de most lett magyar képregényhős. És nem csak a gyerekek örömére. Gratulálok az alkotóknak és a kiadónak!